Gyerünk, Jack! Húzd már meg azt a tetves ravaszt! Nem bírom. Forrest, a bátyám azt mondta, hogy minket nem lehet megölni. Mi sose halunk meg. A nagy háború volt te mögött, ahol Howard bátyám látta, hogy az egész zászlóalja a tengerbe fulladt. Az utolsó szállít. Csak ő érte túl. Nem csoda, hogy olyan dühötten ivott és verekedett. Ami Forrestet illeti, még abban az évben a spanyol nátha szinte letarolta egész Franklint. Anya, apa, meg Forrest is elkapta, de racolva a sorssal, ő valahogy legyűrte. Szóval megérthetik, hogy Forrest miért érezte, hogy minket nehéz megölni. Veszélyes idők jártak. 1920-ban a szesztilalmi törvény illegálisát tette az alkohol eladást. Vagy legalábbis azzá kellett volna tennie. Kell egy láda, sheriff. Jó reggelt, Forrest. Tiszta kukoriszaviszki. Ez itt a fehér villám, sheriff. Először karcosnak érzi, aztán élesen és forró végigmarja a torkát. Na, egye fene, adj kettővel. Rendben. Én meg a fivéreim szescsempészek voltunk. Kösz, Forrest. Örömmel engedelmeskedem a törvény őrének. Csempészviszki szinte bármiből készülhet. Paszternákból, tökből, bogyókból, kukoricalisztből, fakéregből, akármiből. És mindez illegális volt. Ó, 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 ó! Jó estét, Selma! Kéne egy láda finom alma? Persze, mit mindig. Franklin szesztilalom ellenes megyeként híresült el, mert szinte mindenki csinált fiát. Tudjátok, az öreg már vagy egy hete dögróvásóban, olyan beteg, hogy képtelen kikelni az ágyból, úgyhogy mindenből kifogytunk. Felvigyem én? Nem, elbírom én. Éjjel, a hegyek közt. A lepárlók tüze úgy égett, mint a fények egy rohadt karácsonyfán. A hegyeken túl meg, a városokban, ott óriási bűnözési hullám volt. Még a hegyekből rakományszám tölt az illegális pia a városokba. A gengszterek úgy vitték a pénzt, mint a cukrot. És az olyanok, mint Al Capone, Tommy Malloy, meg az a veszett kutya Floyd Banner, jöttek, azt átvették a hatalmat. Mi meg a rozzant ragacsainkkal fuvaroztuk az árut. Na, hát itt volnak. Jack, te maradj itt. Tessék? Maradj a kocsiba. Minek maradjak? Úgy se lopná senki ezt a szart. Tedd, amit mondtam, Jack. Gyerünk már, Forrest. Ide a pénzed, kölyök.
Csináld, amit mondok. Vagy beléd mártom a késsel. Nincs nálam semmi. Én csak a sofőr vagyok. Maradtok, fiúk? Nem maradhatunk. Mennünk kell Ádabe. Daj, Forrest, csak egy pohár! Jó lesz, ha megyünk. Láttál már Harlemi naplementét? Majd én kanyarítok beléd mindjárt egyet, ha nem adod ide azt a kurva lóvét. Hát én intézem, jó? Hogy a barátom? Csak nem akar ilyet tenni. Tegye el azt a kést, és küldje haza magát is, meg a barátom. A helyedben én szót fogadnék. Te vagy a főnök? Most adtál el a fekáknak egy adagot bent, ugye? Ide azt a lóvét, vagy kihasítok belőled egy szép nagy darabot. Na jól figyeljen, uram. Sehogy sem értetjük meg ezt a világot. Nagyjából annyit fogunk fel belőle, mint a madár az égen. A madarak sok mindent nem tudnak, de ez nem változtat a tényen, hogy a világ úgyis megtörténik velük. Ez valami dilinyos? Azt próbálom mondani ezzel, hogy az élete útja éppen változóban van. Most még csak észre sem veszem. Miről hadovász te itt? Na mi van? Na, húzzunk el, menjünk! Így. Pontosan erről beszél. Megértek. Semmi bajod, Jack? Csak meglapták. Tudsz még vezet? Fordulj föl, Howard. Ahogy óhajtott, törte pincsi. Fékezhetetlen. Köszönöm. Adj egy befőttet. Kösz szépen. Beszélsz Forresttel, hogy vegyen a piából, amit Krikittel főzt? Nagy dobásra készül. Miről beszéljek le? Vegyem be a buliba. Azzal a poshat kotyvalékotokkal. Finomítunk rajta. De azzal egy frászt, az még mosléknak is szar lenne. Forrest nem akar bevenni titeket, és kész. De miért? Mert nem tart elég tökösnek. Hagyd még egy üveggel, Jack! Az lopálja annyit, Howard, ezt eladásra hoztuk. Az ott ki? Az egyik gárgyult lány a Bird Chimney templomból. Az meg ott az apja, a prédikátor. Ha belül akarsz kerülni a lányba, Jack, akkor szerez feszítővasat. Ön is tűnik olyan gárgyultnak. Viszont az apja se tűnik túl boldognak. Gyere és vidd még ezt hátra. A kodba a sufniba, ami maradt. Te is, Howard! Rendben. Gyere, Jack! Jó. Igyekezz már! Maga Forrest Bandoren? Maggie Beaufort vagyok. Beszélik a városban, hogy kéne segítség maguknak itt a bárban. Betöltetlen még az állás? Már megbocsásson a kérdésed. Mit akar itt egy ilyen hölgy, mint kegyed? A város könnyen felőröl egy lány. Eljön a pillanat, amikor az ember csöndesebb helyet keres. Nos, Mr. Bandoren? Megkapom az állást? Hát... Thank you.
gyere, gyorsan, gyorsan! Gyertek gyorsan! Anya! Nem fogod elhinni, mit láttam az imént. Floyd Banner a város közepén szitává lőtt egy szeszadós járőrkocsit egy Tommy gép puskával. Floyd Banner? Floyd Banner. És ide néz, közben még gondoltam rád is. Felszedtem egy töltényhüvelyét. Kösz, Jack. Hát nincs mit. Gondoltam, hogy fúrhatnánk bele lyukakat, és látszon a nyakadba tehetni. Ez nagyon jó ötlet. Fú, Floyd Banner. Ő aztán tudja, mit akar. Nem szarozik. Füstölög a kunyhód. Jézus Mária, Krikit! Jó lesz-e? Természetesen! Csak még kicsit finomítanom kell a recepten. És ezzel a csőrendszerrel senki sem sejti majd, hogy ez ide lett van. A vevő zsebre dug egy üveget és megy is. Ez vagy a legostobább dolog, amit valaha láttam, vagy egy zseni vagy. Jimmy fizetett? Ja. Tényleg? Üdv, Forrest! Ez az úr az új különleges megbízott. A városból hívták ide, hogy segítsen nekünk, hogy simán menjenek a dolgok. Hogyan? Miféle dolgok? Valami vicceset mondtam. A nevem Charlie Rakes, Chicagóból jöttem. Az a lókötő bátyád itt van valahol? Ki ül a kocsiban?
Az új szövetségi államügyész Mason Wardell. Szeretné lerendezni, hogy mindenki részt kapjon az üzletből. Harry, nézd meg, mit akar Mr. Wardell. Pete, ki a fene ez a tetves bájkónál? Én? Én vagyok, aki mostantól keresztbe tesz neked, ha nem úgy ugrálsz, hogy én fütyülök, suttyó paraszt. Hozzám ne érjen még egyszer. Jól van, nyugalom. Forrest, ez már lefutott így. Előbb-utóbb az egész megye kötélnek áll. Kezdjük heti 20 dollárról és 30 dollár per fuvar. Ezért szabadon járhatsz az egész megyében, senki se fog zaklatni. Eddig se zaklatott senki. Mr. Wardell most szeretne egy üveggel a legjobb alma brandyből. Ennyi elég? Segíthetek, fiam? Igen. Ha még egyszer ide küldi ezt a nyakkendős bohócot, garantálom, hogy saját kezüleg ráthatja ki a koponyájából a fejszét. Megértette? Meg fogod bánni, Forrest? Már bánja is. Csak olyan ostoba, hogy még nem tudja. Jobban teszi, ha most bemegy. Pisztolyt akar rántani? Beszélj, Jimmy, mert nem igazán érek rá. Hát jó, Forrest. Tisztes adag dohányt lehetne zsebre vágni, ami könnyű a beszerzés. De hogy simán menjen az ügy, muszáj megolajozni a dolgot. Hallom ám, amit mondasz, Jimmy, és... Elég régóta üzletelünk már együtt, így nem fújom fel a dolgot, de... Én Bandurem vagyok. És mi nem fekszünk le senkinek. Mi továbbra is szabadon és tisztán fogunk működni. És egy vasat se fizetek, se Mason Wardellnek, se másvér szívónak, aki utána jön. Sose fizettem, és soha nem is fogok. Sajnálom, hogy így gondolod, Forrest. Van még valami mondani valód a számomra, Jimmy? Már nem csinálhatod úgy, mint rég. Mintha régen tökösebb lettél volna, Jimmy. Gondolom, akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Uraim! Nézze, megbízott úr, itt azért van egy kis gond. Helyesen különleges megbízott, és én nem látok semmiféle gondot. Hallom, ezeknek a vadembereknek az ereiben indián vér folyik. Cherokee! Ez megmagyarázná, miért ennyire... Állatias a természetük. Nem egészen értem, mire céloz, de errefelé az van a levegőben, hogy Forrest Bandurem más, mint a többiek. Különleges. Különleges? Elpusztíthatatlan. Úgy érti, halhatatlan? Ez jó. Az ilyen babonás süttyúktól hátast kell dobni. Sheriff, van fogalmam, mit tesz egy Thompson géppisztoly egy halhatatlannal? Nézze, ez nem Chicago, nem lőheti le csak úgy. Ha megteszi, az itteniek felhúznak minket egy fára. Maga hülyének néz engem? Azért hoztak ide, hogy rendet tegyek. És már tudom is, hogy kivel kezdjem.
Tudja mit? Nem igazán kedvelem magát. Se baj, ezzel sokan vannak így. Adjál belőle. Nagyon jó. Áttörhetném a blokkádot. Te? Mint blokkádtörő? Egy frászt. Ugye miért, Danny? Klasszisokkal jobban vezetek nálad. Csak nem ebben a szaros krehácsban. Igazán? Hát Forrest hallani se akar róla. Akkor... elmehet a francba. Nem leszek többé az ölebe. Meg is mondod neki? Vagy ezt is tőlem várod? Jól vagy, Jack? Pufa behárd. Forrest felemúlt igénytelen. A földön alszik, mint egy kurva kínai. Jobb lesz, ha vigyázol a szádra, kisöcsia! Francba! Kabeha! Ne szívd merre! Hagyd békén! Hogyá? Hová mész te azzal az üveggel? Templomba! Akkor nem ártana csinyán bánni azzal a lötyjel? De nem ám! Vicces fiú az öcséd! Imádkozzunk. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kérkedése, nem az atyától van, hanem a világból. Ámen. Ámen. 39-es laptetején. Talán túl sok a rozsda a tortájban.
Vagy az ólom. Nem bánja, ha bejövök? Ne várják, hogy süteménnyel kínáljuk magukat. Ez ki? Vini néni. Közöld Vini nénivel, hogy ez nem baráti vizit. Nem hiszem, hogy sok értelme lenne, uram. Hibázzik már egy kereke. A következőket kell elárulnod. Hol a lepárló, hol a pia és hol van a pénz? Nem nála van. Hát te meg ki vagy? Jack, a legifjabb bandurem. Mi az ördög? Mondták, hogy itt megtalállak. És tessék? Itt is vagy. Keressétek meg azt a lepárlót. Az alomból a legcsenevészebb. Nem fogtátok fel, ugye? Nézd rám, fiam. Ja, te vagy a nyerő. Mi történik? Gyere közelebb. Lépj előrébb. Ott állj meg. Kelj fel! Mintha azt mondták volna, hogy ti, banduren fiúk, marcon a gazfickók vagy. Oh, ez borzasztó. Nem lesz ez így jó. Fűvéreim el fogják kapni. Megölik magát. Igazán? Rajtad ez most nem segít, ugye? Légy oly kedves és közöld a bátyáiddal, hogy legközelebb értük jövök. Mondd meg nekik. Lősöl meg. Kérdem, bátyám. Ne élj hozzám! Legközelebb kőkeményen sújtok le. Remek. Be akarsz szállni az üzletbe, de közben meg úgy gubbasztasz itt, mint egy élő bogság. Szóval megkérdem,
Mit szándékozol most tenni? Mit szándékozom tenni? Igen. De? Azt várod, hogy más intézzel? Nem. Talán Howard, nem így értettem. Hogy értetted? Nem kell segítség. Tessék? Nem kell segítség. Na nem mond. Ide hallgass. Amíg az én testvérem vagy, többé nem tűröd el, hogy ezt tegyék veled, megértetted? Nem hiszek neked. És ha nem megy? Engem más fából faragtak, nem voltam olyan, mint ti. Semmi baj. Jack. Nem az erőszak választja el az embereket egymástól. Érted? Hanem az, hogy milyen messzire készek elmenni. Jack, nézd rám. Mi túlélők vagyunk. Uraljuk a félelmet. De félelem hiány. Mindannyian halálra vagyunk ítélve. Értesz engem, Jack? Igen? Rex azt mondta, értetek is eljönnek. Igen, vissza fognak jönni, erre mérget vehetsz. A... ajándék a lelkész barátoktól. Nem akarod kinyitni? Dögölj meg, Howard! Ezt nevezem. Forrest Banduren, úgy tűnik, mindenféle illegális tevékenységeket folytattatok. Illegális tevékenységeket? Hallgass ide! Ha kész vagy beállni a sorba, eltüntetjük az idézést. Meg akarsz engem zsarolni, Henry? Én csak a hírhozó vagyok. Találkoztatok el van? Éven, le akarsz lenni? A francba, Harry! Bántanád még az öcsémet? Te fenyegetni próbálsz minket, Sheriff? A Banduren filléreket? Jó van már. Elég volt ennyi. Howard? Minket is eladnál, mint a többi fasz szopó! Elég lesz már. Howard, elég. Na jó van. Tövén szarházom. Lehetne annyi eszetek, hogy nem jöttök ide, amikor Howard napok óta csempész viszkit nyakar. A helyetekben én most lelépnék. Civélyes. Üdvözletem, a különleges megbízottnak. Úgy ám. Ez nem személyes ügy, Henry. Hm?
Van egy jellegzetes nézése. Nem igaz. De van, hidd el. Nekem nincsen semmilyen nézése. Láttam magát a Banduren háznál. Maga nem ide valósi. Chicagói, ugye? Nemrég még táncos nő volt. Az Apex klubban, ugyebár. Volt egy kis száma tollakkal, ha jól emlékszem. Tán aggasztja valami. Álljon el az utamból. Ó, miattam nem kell aggódnia. Én sohasem szoktam koszos csészéből inni. Hol van Jack? Láttam apa régi öltönyében feszíteni. Ugye, Howard? Igen? Ma este legyél itt velem. Két ismeretlennel fogok üzletet kötni. Még sose volt velük dolgom. Tényleg? Honnan jönnek? Chicagóból. Jó. Csak Dennyvel előbb még beugrunk a lepárlóba. De 11-re érj vissza, megértetted? Megértettem. Cserben hagytalak valaha. Eljönne velem egyszer kocsikázni? Fejrejthette a bába, ha azt hiszi, hogy beülök egy magaféle kocsijába. Egyébként a helyében aggódnék, nehogy apám rajta kapja, hogy beszélget velem. Ott van a takarmányboltban. Miért kellene aggódnom? Azért, mert csak úgy beállított a templomba. Aztán meg kiviharzott, mint egy elmebajos. Netán baj van a fejével? Várjunk, csak nézzen ide. Nézze. Hord egy őrült ilyen elegáns öltönyt. Ez még nem magyarázza a bolond viselkedését. Nem akartam, hogy megmossák a lábam. Tudom ám ki maga. Ha igazán ki vagyok? Az egyik Banduren fiú. És ez elég. Nem sok szépet hallani ám magukról. Kivéve valami ostoba legendát. Igazán? Hogy maguk legyőzhetetlenek, vagy valami ilyen képtelenség. Mit mondod? Milyen szót használt? Legyőzhetetlen. Aj, de kacifántos egy szó. De ez jól hangzik. Az apám szerint maguknál nagyobb csapás nem érte Franklint. Ugye, honnan tudná ő azt? Furcsán udvarol maga annyi Saint Jack Banduren. Mert ezt teszi most, igaz? Udvarol? Igen. Hát akkor... Adja át az üdvözletem az apjának. Köszönöm, viszlát! Minden jó! Hoppa! Hoppa! Nem fázol, kis madárka! Picsába! Jesszusom! Hé, Vöröske! Hol vannak a tollaid? Ez Kripli, tőle nem kell tartani. Hé, Forrest! Jól van, szólj meg, gyenek, hogy zárjon.
Ne kéresd magad, kisanyám! Jó van, uraim, elég volt mára, gyerünk kifelé! Kifizettem még egy kört, de nem hajlandó ideadni. Aztán a ribanc megbökött. Nem fizettél. Majdnem 100 gallon piát fogunk venni tőled. Sajnálod tőlünk ezt a kis ráadást? Nem vesztek ti tőlünk szart se, takarodjatok. Pisztolyt fogott megire, ő csak ezután rántott kést. Te pisztolyt fogtál erre a nőre? Forrest! Vigyázzon! Lehet, hogy Kripli vagyok, átkozott szarházi, de kilocsantom az agyat, ha megmozdul. Erről ennyit. Sajnálom. Jó. Jobb lesz, ha most hazamegy. Rendben. Egész biztos, hogy jól van. Sok volt ez a felfordulás egy estére. Ja. Viszlát, Forrest. Hát ez nagyon fura. Ezt nem hiszem el. Te köcsög paraszt! Thank you.
Forrest! Forrest! Szeretnék mondani valamit. Akkor most elszórakozunk egy kicsit. Bemehetnek, de ne hagyják beszélni. Szervusz, Forrest. Azt mondták, magad jöttél be. Blackwater Station-től idáig. Ebben az átkozott hóban. Elláttad a bajukat? Ott akarok lenni, amikor megteszed. Majd telefogom őket. Na, az állomástól elérni ide. Jack, dugulj már el egy percre. Mit tettek magával? Elmegyek, Forrest. Ez nem igazán az a csendes hely, amit keresett. Azok az emberek. Az ilyenek miatt jöttem el Chicagóból. Elmenekültem. Jöjjön ide meg. Maga nem tehet arról, ami történt, hallja. A legkevésbé sem. Kijelentkezett a szállodájából. Azt akarom, hogy költözzön be hozzánk egy időre. Amíg ezek itt vannak, nálunk lesz a legjobb helyen. Nem akarjuk, hogy baja essen. Akarjuk. Nyugodtan. Beköltözhet az üres szobába. Van egy ipse, aki megveszi az egész rakományt gallononként $5. Badarság! Nem, Howard, ez komoly. Krikit üzen neki. $5? Hey, már Jack! Nincs kedvem a baromságaidhoz. Majd én vezetek, Howard. Nem kell aggódnod semmi miatt. De
Meg Krikit. Meg Krikit? Az a sánta kis kocs. Ti üzletelnétek Freud Berörrel? Csak egy nyápisz házőrző vagy, aki söpröget. Ne legyél már ennyire földhöz ragadt. Szállj le rólam, húzz innen. Amúgy meg mine szed magad? Hogy cserbe hagytad a kedvenc testvére? Puss legyen! Mit keresel itt? Csak tudni akartam, hogy vagy. Jól vagyok. Akkor jó. Tényleg jól vagyok. Csak aggódtam, érted? Holnap hazamegyek. Most eredj. Akkor holnap találkozunk. Szia! Mi az ördögök művelsz, Jack? Gyere, azt segíts nekem! A francba, Jack! Elment az eszed! Nem lesem tovább a morzsákat! Forrest meg fog ölni! Ne féltsd engem! Fogj egy rekeszt! Csak hívd fel Gummy Walshot! Azt mondd meg neki, hogy nagy rakományt viszünk! Legalább 200 galont! Viszünk? Igen! Mármint te meg én? Kell az erősítés! Ez üzlettársam vagy, vagy nem? A francba! Húzd le a ponyvát! Francba! Jézusom, úgy nézel ki, mint akinek zabszem se fér a seggébe. Ő azért nem sütnéd el, ugye? De, ha okot adnak rá, igen. Ó, ne mondd már, nem hiszek neked. Van. Puff, a szemek közé. Mi ez a hang? Ösebb váltó? Ez nem úgy hangzik. Tankoltál bele, Berzi? Feltankoltad a kocsit? Elfejtetted feltöltetni. Akkor mondd meg, mi a szart csináljuk? Ha? Hát... Sajnálom, Jack, mással volt tele a fejem. Például azzal, hogy meglopjuk a bátyáitat. Máshol járt az eszed? Csak fel kellett volna tankolnod a kocsit! Csak fel kellett volna tankolnod! Támadt egy jó ötletet! Bármelyik pillanatban lefülelhetnek! Megoldom! Mindjárt erre megoldom! Hemzsegnek a zsaruk, Kriki! Tálcán kínáljuk magunk! Ezt nem gondolt komolyan. Miért? Talán van jobb ötleted? Piát töltesz a tankba? Igen! Igen! Akkor siess! Biztos te vagy Cricket Pitt? Jack? Az úr Gummy Walsh. És mitek van? Hát, uram, hoztunk 100 gallon minőségi fehér villámot, meg 100 budgyantalmát. Angolna Lee Franklin megyéből? Igen, uram. Hol van? Hol van? Hol van?
Mi van nálad? Egy kis borsóköpő? Megvan. Na jó, lódulj! Gyerünk! Megállapodtunk. Hogy te milyen ostoba egypöcsfej vagy, kis haver? Nem beszélhetnénk meg. Ti bunkók így üzleteltek? Egy játékpisztollyal? Szedd a lábad, bassza meg! Jól van. Ez elég messze lesz. Te következel! Kiástátok a fiúknak a gödröt? Ő Floyd Banner. Nincs már becsület ebben az üzletben. Golyót nekik! Várjanak! Hátrébb, barátaim, vagy összepröskölöttök vérrel. Ezek a sutyúk nagy koszt tudnak csinálni. Várjanak! Én Jack Bandura vagyok! Blackwater Stationből jövök! Lenyűgöző. $4 adok érte, de ez maradjon köztünk. Azok a fiúk odakint csak 3,5 kapnak. 5-öt ígértek. Pakoljátok le az árut. Tisztelem a bandureneket, amiért szembeszállnak azzal a kerületi ügyésszel. Mindenkit a markában tart. A szarik egyet fél Virginia jön ki a valagán. Valamit nem árt, ha tudsz. Hallottam, mi történt Forrest bátyáddal. Azok a geciládák azelőtt nekem melóztak. Magának dolgoznak? Na, már lepattantak. Jobb ajánlatot kaptak egy piperkülc megbízottól, aki parfümtől bizlött és csokornyak kellett. Charlie Riggs-től? Igen, tőle. Ami Forrest-tel történt, ahhoz semmi közöm nem volt. Ezt feltétlenül mondd meg neki. Add át neki az üdvözletem. Ezt add oda neki. Mondd, hogy ajándék. Az Éjfél Széntársaságtól. Igen. Most már emlékszem a Banduren fiúkra. Ennek a kölöknek a bátyja gyalogolt 20 mérföldet félig lenyisszantott fejjel. Állítólag egy lyuk van a torkán, azon át dönti be a piát. 3 kibaszott állam, összes rendőre nyomul a seggem után. Már csak az kéne, hogy valami begőzölt tahó egy vérbosszút varjon a nyakamba. Vigyétek innen ezt a szarkupacot! Ne is szólj semmit, Forrest! Előbb hallgass meg! Eladtam az egész pakkot Floyd Bannernek. Neked ez egy hónapba telt volna. Ráadásul hordonként $5 fizetett. Dupláját annak, amit te kapsz. Igaz? Ez itt $2000. Mínusz a jutalékom. Hmm.
Nézzenek oda. Azt hiszed, a segget helyén is ész van. Úgy parádézol, mintha te lennél Al Capone. Az új legjobb komáta. Akkor jól nézd meg ezt. Az új komádnak köszönhetem. Ebben is tévedsz. Riggs megbízott, bérelte fel a támadóidat. És ki mondta ezt neked? Maga Floyd Banner. Floyd Banner személyesen. Akkor az biztos szentírás. Az mi? Ajándék. Floyd Bannertől. Ez egy cím, Forrest. Itt találod, akik elvágták a torkot. Kapjuk el őket ma este. Tehetek még érted valamit, Forrest? Esetleg söpörjen fel a padlót. Most el kell mennem valahová. Bejöhetek? De igyekezzen. Gyors leszek. Szereztem egy fényképezőt. Álljon meg itt. Itt? Egek, ha az apám elkapna egy ilyen masinával, megölnek. Nem szabad mozogni, amíg elsütöm. Rendben. Hová tűnt a mosolya? A filmsztárok is így csinálják Kaliforniában. Rendben. Egy, kettő, három. Most magát. Rendben. Felkészült? Milyen benyomást keltek? Mint aki bajt jelent Jack Bondi. Vettem egy új autót. Forrest! Hey! Ha? Fajn, ugye? Igen. Hol van Forrest? Mi van? Jack. Elmentek nélkülem? Nem kell olyannak lenned. Én szereztem meg a címet! Azt mondták rád, hogy töketlen vagy. Hát tévedtek. Küldd el ezt Riggsnek. Igazán fes vagy, kölyök. Felharsant a trombita, megindult a roham, és a falak dübörögve leomlottak. Ki van ott?
Folyvást azt hallottam, hogy az ország bajban van. Sok a munkanélküli, az emberek elvándorolnak, elvesztik az otthonaikat, meg a farmjaikat. De az én nézőpontomból a helyzet teljesen más volt. Amit elkezdtük átcsempészni a Sesta megye határon, csak úgy dőlt a lé. Persze a fuvarok nem mentek könnyen. Rég éjjel-nappal a sarkunkba volt. Gyerünk, adjatok valami okot! Tűnjetek a pokolba, Franklinből! Aztán Krikit egy újabb ötlettel állt elő. Egy felpiszkált karburátort tett a Fordba. Csoda szép darab volt. Tehetséges fiú. Nekem meg... Senki nem mondja, hogy nem tudok autót vezetni. Szipacs! Na, kapaskodj! Majd én táncolok. Erősebben? Közben Howarddal kikalapáltunk 4 tenger alatt járó tartályt. Franklin megye legnagyobb szeszfőzője lett belőlük, amit az erdő mélyére rejtettünk Rakes-el. Takarodj a földemről! Ha még egyszer meglátok a lányomból, az Isten se segíthet rajtad! 1, 2, 3 Basszus! Basszus! Ekkor a Jimmy meg a többiek beadták a derekukat. Mind lepaktáltak Ward ellen. Kivéve az unoka tesónkat, Spoons. Rakes őt kivonta a forgalomból. Már csak mi Bandurenek maradtunk állva.
Egy életen át csak nézni fogsz, Forrest. Mit akarsz tenni? Aztán jól megváratod az embert. Forrest! Ne is szólj semmit, mielőtt a lelkedről beszélni, meg a világi hívságokról, valamit meg kell értened. Ez a kocsi, amit itt látsz? Tudod ez mi? Mm-mm. Egy pótüléses sportkocsi, Ford V8-as. Kevés embernek adatik meg egy ilyen. Úgy tisztességes, ha szólok, mielőtt kinyitod azt az ajtót, hogy utána minden más lesz. Az életed megváltozik. Szóval ülhetsz ott a kapun a fejed rázva, hogy apa így, meg apa úgy, amíg belekészülsz, vagy le is mászhatsz onnan, élhetsz egy kicsit, beülhetsz a kocsiba, hey, és várj, Berta, mert most jön a java. Kudzumezők vannak Jack. Ott arra. Igen? Ott az árcédula a felöltődön. Na, nincs is ott. Gyere ide. Hol? Na nem jóját. Ez tényleg gyorsan megy. Gyorsan? Na most megyünk gyorsan. A beat of four and a jug of wine. I'm feeling. Nem tetszik neked? Nem számít tetszik-e, nem hordhatok ilyet. Valami szépet akartam adni. Szép is, de szerinted hová vehetném fel ezt? Majd én elviszlek egy olyan helyre minden áldott nap. Na, próbáld fel. Mi? Itt? Igen, nincs itt senki. De te itt vagy. No. Akkor majd hallgatom a rádiót, meg bámulom azt a fát. Nem lesek, a kocsi mögött fölveheted. Rendben. Ha már egyszer megvetted.
Nem ajánlom, hogy leselkedj. Ne medd leselkedni. Nem leselkedem. Azt a fakopácsot nézem ott. Na? Hogy nézek ki? Hová viszel? Nincs már messze. De tetszeni fog neked. Ha van egy kis sár, nagyon csúszós tud lenni, úgyhogy csak óvatosan. Minden nap kijövök ide, úgyhogy már akár bekötött szemmel is ide találnék. A fenébe csak. De meg kell ígérned, hogy nem beszélsz erről senkinek. Áll Isten, verjen meg. Senki nem tudhat erről a helyről, jó? Meg vagy te ostoba furkó. Dolgatosan. Na, mit szólsz? Mihez kellene szólnom? A munkahelyemben. Szavasz! Ah, itt Százár Jack. Ő meg mit keres itt? Bert a Minix. Bemutattam az üzlettársamat, a nagy Cricket Pétet. Nagyon örvendek, Cricket Pét. Részemről az öröm, kisasszony. Szentséges Isten, a fivéreit fortyognak majd a tütyör. Na, hogy? Hát, ez az. Egy igazi rejtek helye. Ez a legnagyobb szeszfőzde itt a hegyekben. Heti 1000 gallont állítunk elő, ezt meg se közelíti senki a megyében. Törvényen kívüli vagy. Nem, ez csak nézőpont kérdése. Csak azt teszem, amit bármelyik férfi megtenne, akiben van kurázs. Mindenre van válaszod, mi? Na, igen. Esküszöm, az arcodnak egy érmén lenne a helye. Jack. Komolyan. Még sose láttam ehhez fogható a gyönyörűt. Soha az életben. Bár jobban bánnék a szavakkal. Nagyon jól csinálod. Szerinted elriasztottuk őket? Nem tudom. Ez meg mi az ördög?
fordítva. Megölnek, te mocsok szerétláda. Emlékszik rám. Úgy se fogsz lelőni. Ez vagy te. Szép munka volt. Köszönjük. Megtalálták Krikitet. Meg egy lányt. A Krypticalköt? Igen. Az erdőben bujkáltak. Jól van, kislány? Jöjjön, kisasszony, majd mi hazavisszük. Jöjjön. Jöjjön, ne aggódjon. Ne aggódjon, nem esik bántódása. Menj csak tovább. A kis barátod Buzinak nevezett. Miért mondott ilyet? Nem tudom, uram. Talán mert olyan fura szaga van. Mi a franc baja van a lábadnak? Kiskoromban angol kóros voltam. Azóta húzom a lábam. Mindjárt ott vagyunk. Ez az, menj be oda. Miért? Miért akarja, hogy bemenjek ide? Nyugalom, gyerünk. A barátod összekoszolt a Charlie Ray szintjét. És rohadt Buzinak nevezett. Én soha nem akartam. Folytasd, mit nem akartál? Pöffeszkedni, mintha te lennél a főnök. Mintha... te lennél az első számú közelség. Ezt én csak megpróbáld... Nagy hiba volt bevenni téged. Sajnálom.
Sajnálom, hogy felrobbantották a szeszfőzdét. Sajnálom, hogy elvitték a kocsit. Sajnálom, hogy a pénzedet is elvitték. A pénzemet? Ó, a pénzemet. Itt nem az Isten verte pénz a lényeg. Nem az számít, hanem az Isten verte el. Elég lesz már ennyi forrás. Ami széged élet, hülye barom. Most hallottam. Elkapták Krikitet. Hogy érted? Megölték. Krikit halott, Jack. Lénynek sem ártott, szegény. Jó gyerek volt. Rohadtak az emberek. Azt szeretném mondani, hogy nagyon sajnáljuk Krikitet. Mind szerettük a kölköt. És amit vele műveltek, az egyszerűen megbocsáthatatlan. Sok minden van, ami megbocsáthatatlan. Jó van, Forrest. Tudom, hogy nem eladtál volt helyes, minket, amit tettünk. Ideje eldönteni, hogy ki mellé álltok. Jack! Mit akar itt? Beszélnem kell Forresttel. Nem kell. Jack! Most velem beszéljen. Ide hallgass, Jack. Szeretném, ha mind tudnátok, hogy sem nekem, sem a többieknek nem volt közünk ahhoz, ami Krikittel történt. Jó fiú volt. Mint a maga Rex cimborája. Rex nem a cimborám. Amit azzal a fiúval tett, arra nincs feloldozás. Azért jött el idáig, hogy ezt elmondjam? Kockázatot vállaltam azzal, hogy idejöttem. Szólni akartam, hogy ami Krikittel történt, az nem a vége valaminek, hanem a kezdete. Érted, amit mondok? Mason Warder rávette Rex-t, hogy még több szeszadós embert hozzon ide Chicagóból. Elszigetelik az egész átkozott megyét. Nekem és az embereimnek már le kellett zárnunk a hidat. Senki se juthat se kisebe. Hol van Rex?
Ne törődj vele. Válaszoljon, sheriff. Figyelmeztetlek, fiam. Nem mutogasson. Lapuljatok meg. Legalább, amíg ez elcsitul, ezek háborút indítottak. Nem ússzátok meg élve. Legjobb lesz, ha most elmegy. Gyerünk. Te meg mit csinálsz? Hát, Jack begőzölt és elrohant. Hey, Danny, kelj fel! Akkor ennyi volt? Forrest! Jack elviharzott Cricket kocsiján! Tudom, tudom! Hozd az autót! Az öcskös úgy vonza a bajt, mint a mágnes. Gyerünk, Danny! Hey, Mark, el! Megint végig kell néznem, ahogy meghalsz. Te meg miről beszélsz? A saját vértócsádban fekve kell rád találnom. És a kocsimba kell tuszkolnom a testedet. Hogy bevigyelek a kórházba fültől fülig átvágott torokkal? Te vittél be. Nem teszem meg még egyszer. Nem gyalog mentem. Annyira jellemző rád, hogy elhiszed a saját hülye legendádat. Várjunk csak, te visszajöttél akkor éjjel. Nem láttak meg? Aztán mi történt? Semmi. Kérdeztem valamit. Válaszoltam. Nézd rám. Megint nézd rám. Mi történt, amikor visszajöttél? A világon semmi. Most már tudod. Egyik Isten verteg az ember se művelt a világon semmit se velem. Forrest! Szemét állatok! Ez nem Jack Van Duren volt. A francba. Gyere közelebb, Jack! Extra adék!
Engem keresel, fia? Vigyázz! Ne! Riggs! Megbízott! Vonuljon vissza, uram! Hogy te milyen ostoba vagy? Tegye le a fegyvert! Én a szövetségi államügyésznek dolgozom! Nyugalom, senki se lőjön! Maradj, ahol van, Jimmy! Mit adjál? Beszari! Faszkalapokat kettő neki! Előjönnek! Úristen, Forrest! Elég a vérontásból! Forrest, ne! Hívjatok segítséget! Valaki hívjon segítséget! Nem! Riggs! Jack! Maradj, ahol vagy! Hallod, Jack? Nyugalom! Mindenki őrizze meg a hidegvérét! Legyen elég, Jimmy! Jack! Kurva életbe! A francba!
sziszlát. ...1933. decemberében véget ért a szesztilalom. Ahogy a nagy Franklin megyei szeszcsempész összeesküvés is, mert hogy így híresült el. Ugyanebben az évben Mason Wardell ügyészt elkapták korrupció vádjával. Pár évvel később Howard Martinville-be költözött, és egy textilgyárban talált munkát. Mindnyájunkat meglepett, hogy megnősült, és egy rakás gyereke lett. Gyere, gyere szépen, elég a viháncolásból. Elég volt. Bertha Minix. A prédikátor lány, az a lány mindig lázadó szellemű volt. A következő évben kehettünk egybe. Én marhákat tenyésztettem apám farmján. Dohány termesztettem. Jól van, akkor most kocincsunk. Miután meglőtték a hídon, Forrest két hétig lábadozott a kórházban. Aztán kijött, és nőül vettem meg itt. Mondd, azt köszöntött, Howard? Igen. Egyikük se szólt senki. Egészségünket. Én is évekkel később tudtam meg. Nektek is. Mert Forrest már csak ilyen volt. Ne csapjatok zajt, fiúk, amikor majd feljöttök, rendben? Jól vagy? Lefekszem. Nyomás az ágyba, gyerekek! Jó ét. Igenis, asszony. Jó éjszakát. Először a kicsit teszem le. Menj csak, majd én foglalkozom a nagyobb. Na, gyerünk, Forrest! Talpra! Miért nem táncolsz nekünk? Gyerünk, Forrest bácsi, kelj fel! Rajta! Na, gyerünk! Ilyen félkegyelműnek nem táncolok. Én csak azt kérem. Ugyan? Na, szívok egy kis friss levegőt. Csak megmozdult. Vigyelem, vigyelem! Gyerünk! Megy ez neked? Nincs hozzá elég hely. Jó doma. Menekülj csak! Na jó. Én is ledőlök. Bocsok, hideg van, már teljesen szétfagyott a sérül. Jó van. Én még maradok egy kicsit. Jó egy Forrest. Jó egy Jack. Jó egy. Forrest egyszer azt mondta, hogy minket nem ölhet meg semmi. Mert sose halunk meg. Akkoriban azt hiszem, ezt el is hittem. Forrest meg még inkább. Mert bárhogy bánt el vele a világ, ő mindig talpra tudott állni, és ment tovább. Csak mindig egy kicsit görbébben, egy kicsit kacskábban. De ezt a világot senki se hagyja el élve. Még Forrest sem. Végül aztán a vak véletlen meg egy tüdőgyulladás vitte el. Ilyen egyszerűen és hétköznapján. Mostanság a Bandurának tisztelik a törvényt. Már nem akarják elvágni a torkunkat, nem késelnek meg, nem lőnek ránk. Azok az idők rég elmúltak. És néha, amikor csak kinnülök tétlenül a tornácon, a pokolba is
Bizony nagy a csend errefele. White light messing up my mind. Don't you know it's gonna make me go blind? White heat tickling me down to my toe. Lord have mercy, goodness knows. White light messes up my brain. White light is gonna drive me insane. Készült Matt Banduren regénye alapján. White light tickles me down to my toe. White light, I said, goodness knows. White light messing up my brain. White light is gonna drive me insane. White heat tickles me down to my toe. White light, I said, down, goodness knows. White light, it lightens up my eye. Don't you know it's filled me with surprise. White heat tickles me down to my toe. White light, I tell you, goodness knows. Fényképezte Benoît Delhomme. White light messing up my mind. Don't you know it's gonna make me go blind? White light tickling me down to my toe. Lord have mercy, goodness knows. Zene Nick Cave és Warren Ellis. Goodness knows. Rendezte John Hillcoat. Fékezhetetlen. Magyar hangok. Hambas Dániel, Bozsó Péter, Cvetkó Sándor, Széles László, Zsigmond Tamara, Molnár Ilona, Epres Attila, Rosta Sándor, Előd Boton, Forgács Gábor, Negyeri János, Fesics Tamás, Németh Gábor, Konrád Antal, Renát Zoltán. Magyar szöveg Patarica Eszter és Csalló Kinga. Hangmérnök Farkas László. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Marton Bernadett. A szinkront a Provideo megbízásából a Pannonia Sound System készítette. Produkciós vezető Kovács Anita.